A sok éves hagyományoknak megfelelően idén is rendeztek trófea szemlét Dalmandon. A kocsolai Dám vadásztársaság tagjai által elejtett állatokat csodálhatták meg a résztvevők. A Dambikák vadászata szabályokhoz kötött, mondta el stábunknak a társaság elnöke. Egyrészt ugye vadgazdálkodásról beszélünk. Tehát most nem úgy megyünk ki vadászni, hogy meglövünk minden, ami mozog, hanem egyrészt golyóérett, amik már elérték a korukat, a dámbikák, azokat eltjük el, vagy ö, vannak ilyen felemások, úgy mondanám, ö, dámbikák, akik már nem valók oda abba a dám állományban, tehát hogy ne ők szaporítsák a további állományt, hanem inkább maradjanak azok az egészséges ö, 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 bikák, akik ö, tovább tudják vinni ezt a nagyon jó génállományt. A szemlét követően a Dalmandi kastélyban folytatódott a program, ugyanis két könyvtárszoba nyílt meg. A számos kötet mellett pedig egy emlékfalat is kialakított a vadásztársaság. Ő adott nekünk helyet a vadásztársadalom kiválósága, akik elhunytak, és mi úgy érezzük, hogy a vadászetika megköveteli tőlünk, hogy a példaképeinkről megemlékezzünk egy Panteon keretében, melyet életútja és fényképevel demonstráltuk. Ezeken elnökök, vadászmesterek, akik példát mutattak a vadgazdálkodásba és a vadászati etikába, gyakorlatilag akik minket tanítottak erre a vadászatra. És szeretnénk példát mutatni a jelenkornak, a fiatal vadászoknak, hogy a hagyományokat tiszteletbe tartjuk, és csak akkor tudunk a jövőre, jövőbe építkezni, hogyha hátra is nézünk néha. Már egy éve tervezték a könyvtár kialakítását. Ekkor a Dombóvári Fekete István Múzeum alapító tulajdonosa, illetve a Fekete István Kulturális Egyesület elnöke úgy döntött, különleges kiadványokkal járul hozzá a kötetek gyarapításához a vadászkönyvtárban. 32 darab Fekete István és a Kulturális Egyesület évkönyveiből hoztam a mai napra, és hát ígéretet tettem, hogy folytatjuk meg ezt a kiállítás bővítést, és hát mi régóta nagyon baráti viszonyban vagyunk a bölcsek családdal, ugyanis én 25 év voltam női védelmi felügyelés, hát én szinte hetente egyszer kétszer kiártam ide Dalmondra. Úgyhogy ez a barátság, ez most már megmarad, reméljük sokáig. A Zoli barátom azért gondolta arra, hogy legyen egy külön vadászati könyvekből is egy könyvtár, egy kis terem, ahol megtalálhatók Széchenyi Zsigmondtól kezdve Básony István, aztán Kittenbegel Kalmán könyvei, Fekete István könyvei, tehát a nagy magyar vadászok könyveit megtalálhatók, és hát én azt hiszem, hogy azóta... Fog kölcsönözni is a vadásztársaknak, hogyha valaki el akarja olvasni valamelyik nagy vadászunknak a könyveit. Bár Börcsök Zoltán csak egy könyvtár kialakítását tervezte, a téma iránti rajongása eredményeképp két termet is létrehoztak a Dalmandi kastélyban humán és vadász tematikákkal. Jött egy ilyen álom, hogy legyen egy vadász könyvtáram, és amit már említettem is, hogy belerendőztem így a könyvvásárlásba, és egy könyvtárból kettő lett, amely a nagyobb könyvtár, az körülbelül 2700 könyvből áll, és euh, akkor jöttem rá, euh, egyrészt, hogy nagy köszönetet a Dobovári könyvtár dolgozóinak, akik euh, nélkül nem jött volna ez létre, és akik segítettek abba rendszerezni ezeket a könyveket és annyira belerendüztem a könyvvásárlásba, hogy az a nagyobb könyvtár az nem volt elég nagy, és akkor kellett még egy termet kiválasztanunk a vadászkönyvtárnak, és akkor az a nagy könyvtár nagyobb, az lett az általános könyvtár, és ez a része, ez lett a vadászkönyvtár, de itt is közel 1500 vagy 1500 darab, fölötti darab vadász könyvekről beszélünk, és nagyon örülök annak, hogy végül is, hogy megvalósult az álmam, és akkor itt Dalmandon tudtunk egy ilyen családi könyvtárat alapítani. Az értékes kötetek mellett még számos különleges erekje is helyet kapott a teremben. Többek között eredeti bakelit és különböző dokumentumok, útlevél, bizonyítvány, amelyek az 1900-as évek elejéről származnak.